A Kantus Akadémiai Kamarakórus kórus koncertelméltatja a kiemelkedő kárpátaljai zeneszerző Jevhen Stankovics születésének 80. évfordulóját. Jevhez Tankovics Jevhez honfitársunk, a mi zeneszerzőnk, Kárpátalja és Ukrajna büszkesége, Világszínvonalú zenész, rendkívül tehetséges, szorgalmas, a legmagasabb kitüntetésekkel méltatott ember. A díjak között szerepel a Taras Shevchenko díj is, Szankovics Ukrajna hőse, akadémikus. Különleges pillanat számunkra a lehetőség, hogy előadhatjuk műveit, minden alkalommal zseniális zenedarabokhoz nyúlunk. Nahorod! A 30 éves fennállása során a Kantusz Akadémiai Kamara Kórus számos alkalommal adta elő Jevhenz Tankovics műveit, és vett részt különböző a zeneszerző nevéhez kötődő rendezvényeken. 80. születésnapjára a Kórus művészeti szakrális zenei koncert elkészül, amelyen a Szent János Liturgia Jevhenz Tankovics interpretációjában szólal meg. A koncert szójván a zeneszerző szülővárosában a Szűzanya születése templomban lesz. A koncerten ígérete szerint jelen lesz az ünnepelt is. Stankovics a múlt század végén kezdett el egyházi zenét írni. Zsoltár szövegeket zenésített meg, és megírta tulajdonképpen saját liturgiáját. És ez egy műalkotás. Kanonikus szöveg, imák, zenei szempontból ragaszkodott a dramaturgiához és saját érzéseihez. Igazából szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egyházi, misére alkalmas mű, mert nagyon nagy és terjedelmes. Ez a darab kifejezetten koncerten való előadásra készült, amelyre október másodikán készülünk szülővárosában, Szójván, és számítunk az ünnepelt személyes jelenlétére is. A Ugyanezen a napon, október másodikán, a szolvai előadás után a Kantusz Kamara kórus művészei a liturgia egyes részeit a megyei filharmónia színpadán adják elő 17 órakor kezdődik a megye különböző kollektíváinak részvételével a Jefhenz Tankovics jubileumának szentelt koncert. A művészeti esemény a 19. Zenei Csillagkép 2022 nemzetközi klasszikus és kortárs zenei fesztivál keretein belül valósul meg, melynek szervezője Viktor Telicskó zeneszerző, Ukrajna érdemes művésze. Szeretnék meghívni minden érdeklődőt. Ez egy egyedülálló lehetőség, mert a liturgia ritkán hallható. Ez a zenei jeladó, amelyhez mindannyiunknak el kell érnünk, különösen a mai helyzetben, a háborút tekintve. Egy jelentős, nagy művészeti eseményre számítok, amelyre itt Kárpátalján kerülne sor. Mai